Áprilisban, amikor Hordágyon vittek le a pályáról, akkor gondoltad volna, hogy itt júniusban egy angol verésnek lehetsz a részese? Ez volt a célom abszolút, ugye sajnos nehéz hetek, hónapok vannak mögöttem, két sérülésen is túl vagyok, de nagyon boldog vagyok, hogy így tudtam visszatérni a válogatottba, és egy ilyen csapatnak lehetek a tagja, és ami pedig a mai mérkőzést illeti egyszerűen leírhatatlan szerintem. Mindaz az atmoszféra, amit itt a gyerekek teremtettek számunkra, illetve az eredmény is fantasztikusan alakult. Sokkal jobban akartuk a győzelmet. Talán hosszú idők óta ez volt eddig a legjobb mérkőzésünk, én azt gondolom csapatszinten. Nagyon sokat hozzátett mindenki a mérkőzéshez, és ennek meg is lett egy gyümölcs. Hogy érezted egyébként az angolokon, ők hogy álltak hozzá a meccshez? Úgy gondolom, hogy egy erős angol válogatott ellen játszottunk, azért látszott, hogy nagyon magas szintet képviselnek, mind taktikailag, mind pedig természetesen egyéni játékkvalitásban, de nagyon örülök, hogy jól fel tudtuk venni velük a versenyt, és hogy ilyen szépen helytáltunk. Talán ilyen barátságos meccsnek foghatták fel, ugye, hogy én is, meg mindenki más is elmondta, hogy nekünk nincsenek barátságos mérkőzéseink, úgyhogy ennek a mérkőzésnek is úgy álltunk neki, hogy egy jó eredményt szeretnénk elérni, ez meglett, nagyon boldogok vagyunk, fókuszálunk a következő mérkőzésre. De tudod egyébként, hogy mikor győztük le utoljára az angolokat? Ha jól tudom, akkor 60 éve, nem most volt. Még egyszer leírhatatlan és nagyon fantasztikus élmény ennek a csapatnak a tagja lenni, és egy ilyen mérkőzés után itt állni most előttetek, úgyhogy mindannyian nagyon boldogak vagyunk. 11-est azt hogy döntöttétek el, hogy kirúgja? Ezt szerintem már múltkor is megbeszéltük, ugye akkor én rúgtam, most mind a ketten berúgtuk, úgyhogy a legfontosabb az, hogy megnyertük a mérkőzést, és egy nagyon nagy dolgot vittünk véghez, mert ugye 60 akárhány éve nem nyertünk az angolok ellen, úgyhogy mindenki előtt le a kalappal. Igen, gyakorlatilag napra pontosan 60 évvel ezelőtt volt az utolsó győzelem. Igen, nagyon örülünk, még egyszer mondom, hogy meg tudtuk törni ezt az átkot, bízunk a hasonlóan jó folytatásban. Mekkora lendületet adhat ez az elkövetkező három meccsre, ugye, ami szintén igen keménynek ígérkezik? Szerintem hatalmasat, mindenkinek mentálisan és lelkileg ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog. Úgyhogy ezen az úton szeretnénk tovább haladni. Most ugye még este kicsit átgondoljuk, átbeszéljük a mérkőzést, kicsit még ma lehet lazítani, aztán holnaptól az olaszokon lesz a hangsúly, úgyhogy rájuk készülünk. Egy hasonló kemény mérkőzésre számítok, de én azt gondolom, hogy ha hasonló teljesítményt tudunk nyújtani, mint most, akkor ott is lehet esélyünk.